hogy a megváltozott munkaképességű társaink, embertársaink nem tehetnek arról, hogy ők akár a születésük folytán, akár az életük folytán egy baleset következménye képpen megváltozott munkaképességűvé válnak. A 6 hónapos képzés a szociális foglalkoztató dolgozóinak esélyeit javította a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. Az uniós támogatottságú projekt részleteiről és céljairól Lérántné Máté és Valéria ügyvezető szólt. Elsődleges célja az volt, hogy a munkavállalóknak az alapkészségeit, kompetenciáit fejlessze. Egyrésztről azt, hogy nálunk bent egymással a munkakapcsolatok jobb legyen, a munkához való szocializációjuk erősödjön, illetve a nálunk kötelezően megvalósuló rehabilitáció eredményeként a tőlünk kikerülő, nyílt munkaerőpiacra kikerülő dolgozókat segítse abban, hogy jobban tudjanak majd alkalmazkodni a nyílt munkaerőpiaci munkáltatóknál támasztott követelményekhez. Tanultak munkahelyi stressztűrést, stresszkezelést, a munkahelyi kiégésről tanulhattak, illetve valós szituációs gyakorlatok során is ezeket a készségeiket, képességeiket fejleszthették. A csaknem 50 millió forintos költségvetéssel megvalósult projekt végén 38-an vehették át bizonyítványukat.